Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalászma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Takarékossági intézkedések. Porián Szabó Gergely alpolgármester a város takarékossági intézkedéseiről is beszélt stábunknak. Kiállítás. Kódolatom a világnak címmel nyílt meg Vicián Pál fotóművész tárlata október 21-én. Megemlékezés. Sallai Zsuzsanna ultrafutó emléke előtt tisztelegnek november 5-én szombaton. Az oktatási, nevelési, valamint a szociális és egészségügyi intézmények működése létfontosságú. Ezért semmiképp sem szeretnék visszavenni ezeket a szolgáltatásokat, emelte ki Forrián Szabó Gergely Budakalász alpolgármestere, aki a város takarékossági intézkedései mellett a képviselőtestület legutóbbi ülésének döntéseit is összefoglalta. Budakalász város önkormányzat képviselő testületének 2022. október 26-ai rendes ülésén a közmeghallgatás napirendi pont előtt a város néhány egyéb kérdésében is döntött a grémium. A napirendi pontok közül kiemelném talán az energiatakarékosság intézkedéseket. Ugye, ahogy közismert, a városban is már eddig is számos intézkedés született, és a következő időszakban is várhatók olyan beavatkozások, beruházások, amelyek az energia megtakarítást célozzák. Az idei fűtési szezonban a polgármesteri hivatal dolgozóinak a munkarendje is változni fog, és a hivatali ügyfélfogadásban is lesz változás. A pénteki napok azok zárva lesznek, aznap nem lesz ügyfélfogadás, viszont szerdai napokon már a délelőtti időszakban reggel 8-tól jöhetnek az ügyfelek. Tehát összességében a hétfői és szerdai nyitvatartással, ügyfélszolgálati időszakkal összességében még bővülni is fog az ügyfelek számára rendelkezésre álló lehetőség. Az intézményeinkben is takarékoskodunk. Egyrészt megbíztunk egy céget, akik már most az idei fűtési szezonra, és aztán később nagyobb beruházásokkal a következő évekre készítenek elő javaslatokat, konkrét beruházásokat. Ennek a projektnek részesei az intézményeink. Ezen felül az idei évben vizsgáljuk, hogy a téli fűtési szezonban esetleg a nyitvatartási rendnek a változtatásával hol van még megtakarítási lehetőség. Semmiképpen se szeretnénk azt, hogy az óvodákba vagy a bölcsödékbe be kelljen zárni, és a szülők ne tudják hova vinni a gyereket, ami fölmerülhet esetleg, hogy az amúgy is meglévő téli szünetben igazodva az iskolai szünetekhez és a közigazgatásban jellemző szünetekhez esetleg változik majd a működési rend, de mindenképpen ügyeletet biztosítani kell az intézményeknek. Itt az intézményvezetőket kérte fel a határozat, hogy mérjék fel a lehetőségeket, szülői igényeket, és az alapján tudunk majd döntést hozni. Az idősek klubja esetében ott másik irányba mozdultunk, ott pont inkább bővíteni szeretnénk ha szükség van a nyitvatartást is, de mindenképpen az idősek számára a létszámban is szeretnénk, hogyha minél többen lenne lehetőség arra, hogy jöjjenek programra, melegedési lehetőségre. A téli szezonban az intézmény vezetője, illetve jelenleg megbízott vezetője azt a feladatot kapta, hogy mérje fel, hogy kik számára lehet még ez a lehetőség vonzó, kiket tudunk még fogadni az idősek klubjába. Kismértékben módosítottuk a közösségi együttélésről szóló rendeletünket, úgyhogy azok számára, akik az új behajtási rendelet alapján jogosultak arra, hogy igénybe vegyenek, bizonyos útszakaszokon van behajtási engedélyük, ha véletlenül otthon felejtik, akkor első alkalommal lehessen még figyelmeztetni őket, mert egyébként nagyon súlyos büntetéseket helyez kilátásba a vonatkozó jogszabály, tehát hogyha akár a rendőrség, akár a rendészet megállítja az autóst és nincs nála az engedély, akkor automatikusan egy magas büntetés, sőt büntető pontokat kellene érvényesíteni. Azt gondoljuk, hogy más megítélés alá esik az az eset, amikor valaki csak feledékenységből otthon felejti, tehát egy alkalommal mindenképp egy figyelmeztetésre legyen lehetőség még a büntetés előtt. Ezen felül volt még olyan határozatunk, amiben a köztartozással rendelkező, akár magánszemélyek, akár üzleti vállalkozások számára szeretnénk azt, hogy be tudjuk hajtani a kintlévőségeinket, és annak érdekében, hogy a fizetési hajlandóságot növeljük, egyébként más intézkedéseket is megtettünk,
de azt gondoljuk, hogy a nyilvánosság erejére is számítunk, tehát ahogy egyébként mondjuk a Nemzeti Adóhatóság működik, ugye ők is közzéteszik a nagy adósok listáját, a megfelelő adatvédelmi és egyéb szükséges jogi intézkedések után és figyelmeztetések után itt Budakalászon is megtessük azt, hogy köztudomásúvá tesszük, hogy ki mennyivel tartozik. Fórián Szabó Gergely hozzátette, hogy az idei költségvetést is módosította a képviselőtestület, a dologi kiadások terhére jelentős átcsoportosítást hajtottak végre a plusz anyagi források elérésének érdekében. A költségvetésünket már korábban módosítottuk úgy, hogy az idei évben megfelelő forrás legyen a megemelkedett rezsiszámlára, és legyen tartalékunk is, pont az említett energiamegtakarítási beruházásokra. Ennek keretében a működésnek azokat a költségeit fogtuk vissza, elsősorban a dologi kiadásokat, amelyek nem veszélyeztetik az intézményeink működését. Igyekszünk takarékoskodni nagyon sok területen, tehát nem csak az energia megtakarítással, hanem azokkal a költségekkel is, tehát például mondjuk a papírok beszerzésétől kezdve egészen a működésnek más tételeig, de még a virágosításra is kevesebbet tudunk fordítani, mint korábban, amelyek nélkül azért még tud működni a város, de mindenképpen szükség van arra, hogy meg tudjunk takarítani összegeket azért, hogy jövőre, amikor egyébként még jobban meg fognak emelkedni a költségek, akkor ne szembesüljünk azzal, hogy elfogyott a pénz. Főleg a dologi kiadásokból fakadóan tudunk most idén egy jelentősebb tartalékot képezni, és a 2023-as évre már megkezdődtek az előkészületek. Ott több mindenhez hozzá kell majd nyúlni, ugye minden önkormányzat ebben érintett. A kormány részéről is van egy nyomás rajtunk, hogy próbáljunk részben nagyobb takarékossági intézkedéseket bevezetni, sőt még olyan kérés is érkezett, hogy vizsgáljuk meg az ingatlanok eladásából befolyó bevételeket. Ugye Budakalászon sajnos ennek a lehetőségei erősen korlátozottak. Egyrészt már a korábbi ciklusokban szinte mindent eladtak, ami pénzé tehető volt, de amúgy is abban a helyzetben a város, hogy inkább az intézményünknek helyet kellene, plusz helyet kellene biztosítani, tehát még ingatlanokat kellene vásárolnunk ahhoz, hogy a megnövekedett lakosságszámot ki tudjuk szolgálni. Tehát Budakalászon is nem az a település, ahol azt gondoljuk, hogy ennek van létjogosultsága. A drasztikusan növekvő rezsiköltségek miatt számos önkormányzat arra kényszerül, hogy bezárja közintézményeit, közösségi szolgáltatást nyújtó szintereit. Ez Kalászon nem fog előfordulni, hangsúlyozta az alpolgármester. Ahogy említettem, akik közszolgáltató intézményeink, tehát az óvoda, iskola, tehát az iskolát, hogy a tankerület üzemelteti, de a bölcsöde, ami saját üzemeltetésben van, vagy az idősek klubja esetében semmiképp se szeretnénk olyan intézkedéseket, amivel az elérhetőség csökkent, tehát úgy kell bezárnunk, hogy nincs ellátás. Ahol tudunk még valamit takarékoskodni, esetleg a művelődési házban a téli szünetben egy kicsit hosszabb lesz a szünet, viszont semmiképp nem tervezünk olyan bezárásokat, amiket sok helyen látunk, hogy intézményeket a téli szezonra kompletten bezárnak. Tehát azt gondoljuk, hogy ezeknek az intézményeinknek a működése létfontosságú, beleértve a köznevelést, a könyvtárat is, tehát nem szeretnénk drasztikusan visszavenni ezeket a szolgáltatásokat. A városvezetés célja egyértelmű, megőrizni Budakalász működőképességét minden nehézség ellenére. Kódolatom a világnak címmel nyílt meg Vicián Pál fotóművész kiállítása a Budakalászi Kós Károly Művelődési Házban. A művész immár harmadik alkalommal állítja ki fotóit városunkban. Vicián Pál fotóművész, reklámfotós már több alkalommal is készített fotókat nemzetközi vállalatoknak, kiadóknak, de a Düsseldorfi könyvvásár prospektusának a címlapját és a belső képanyagát is ő készítette. Gyakorlatilag a gyerekkorom óta én fotózom. Elvégeztem a fotós képzést, a Práter utcában akkor még ilyen szakmunkás képző volt, és utána, ahogy említettem, 95-ben vettek fel a művészeti alap. Ma megjelent 3 szakácskönyvem, és hát a kreatív stúdióban dolgoztam Hungexonban, grafikusokkal, nagyon jó reklámfotókat és címlapokat csináltunk világszerte. Bár a kiállítás címe Kódolatom a világnak, a művész a hódolatát is szerette volna kifejezni fotóival. A hódolatomat akartam kifejezni, egyrészt azért, mert az itt szereplő képek azok döntő többségű
elnök tájképek. Minden képhez van egy QR kód, ami gyakorlatilag az ott lejátszandó zenével van kapcsolatban. Tehát a kép és a zene szoros összefüggésben vannak. Tulajdonképpen nincs. Én úgy válogattam a képeket, amik a kedvenc zenéjeimhez kedvenc képeket válogattam, és ilyen módon készült el a kiállítás. A fotóművésznek saját bevallása szerint nincsen kedvenc képe, mindegyikhez kapcsolódik egy-egy személyes történet. Gyakorlatilag mindegyik ilyen. Ugye mindegyiknek van egy története, egy emlék kötődik hozzá, akár egy utazási emlék, akár egy hangulat. Tehát mindegyiknek van egy-egy története. Hát nekem ez az, itt már a harmadik kiállításom, a vezetővel nagyon jó kapcsolat ápolunk, és gyakorlatilag nem elszaladunk egymástól, tehát onnan is ismerem őt. A kiállítás megnyitón a Galápagos tánczenekar is közreműködött. Hát ők is nagyon régi barátaim. Együtt dolgoztam mind a két fiúval a Hung Expo-val, szintén innen a kapcsolat, tehát ilyen 30 éves kapcsolatunk van. A zenéhez kellett kapcsolni a képeket, és tulajdonképpen ez volt az elsődleges, hogy először meg azokat a zenéket összeszedtem, és akkor több száz, több ezer képből válogattam ki ezeket a képeket. Ezeken a képeken személyeket nem nagyon látni. Tehát gyakorlatilag itt az időjárás, a fény és bizonyos témák kiválasztása volt az elsődleges szempont. A kiállítás november 11-ig tekinthető meg a Kós Károly Művelődési Házban. Hosszantartó betegség után október 13-án elhunyt Sallai Zsuzsanna ultrafutó, a Pomázi Futóbajnokok Sportegyesület alapítója. Tiszteletére a születésnapján november 5-én szombaton 18 órától emlékfutást szerveznek az Omsk-tó körül. Az ultrafutó bajnokot a gyerekkorában kezdődő szívbetegsége nem tudta térdre kényszeríteni, és a mellrákot is legyőzte, de az ebből eredő áttétekkel való küzdelemben már sajnos alul maradt. Blogot vezetett, majd könyvet adott ki Visszadobtak címmel, mellyel sok ezer embernek adta vissza a hitét és nyújtott támaszt a nehéz időkben. Szerzőtársa méltó búcsút szervez Zsuzsának. November 5-én van a Zsuzsinak a születésnapja, és azt gondoltuk, hogy nagyon méltó lenne ez a születésnaphoz, hogyha az Omsk-tó körül szerveznénk egy olyan gyertyás vagy mécseses körfutást, ahol mindenki ott lenne, aki szerette őt, és valaha futott vele, vagy helyette, amikor ő már nem tudott. Ez az alkalom akkor most november 5-én este 6 órakor lesz. A gólbüfénél fogunk gyülekezni, és majd a résztvevők számától függ, hogy futunk vagy sétálunk, de ez azt gondolom, hogy végül is mindegy, a megemlékezés a fontos. Zsuzsa gondolatait Anita segítette könyvbe szerkeszteni, a közös munkából aztán egy szoros barátság bontakozott ki kettejük között. A mi kapcsolatunk egy teljesen véletlenszerű találkozásból indult 2015-ben, és ebből lett egy nagyon mély barátság, és ennek kapcsán miután a Zsuzsi mindig mondta, hogy könyvet szeretne írni, de valahogy nem akart a könyvvel haladni, én 18 őszén ajánlottam föl neki, hogy megírom a könyvet, és innentől kezdve mi ilyen szinte terápiás módon folyamatosan beszélgettünk, egymással ezt fölvettem, és az ezekből a beszélgetésekből készült anyagokból készült a könyvnek az első és a harmadik fejezete, és a középső részt a Zsuzsi blogjából vett írásokat szerkesztettük át, és azok kerültek bele. Zsuzsa személyiségét alapvetően meghatározta a hite, amely minden körülötte lévő emberre rendkívül nagy hatással volt. Zsuzsi egy mérhetetlenül élni akaró és nagyon erős hitű ember volt, aki a végtelenségig bízott abban, hogy az életünkben csak az élményeink és az általunk beletett dolgok azok, amik boldoggá tehetnek bennünket, és nagyon tudott abba hinni, hogy ezért csak mi magunk vagyunk a felelősek, és ezt tette lehetővé, hogy ő tulajdonképpen 27 év gyógyszerkezelés után el tudta azt érni, hogy az minden tiltott futást vagy sportot egyáltalán el tudta kezdeni, és ezt ilyen sikerre tudta vinni, mert bízott és hitte abban, hogy képes lesz rá, és ezt meg is tudta csinálni. Alapvetően élni tanított. Tehát ő olyan mértékig tudott hitet és erőt adni abban, hogy az élet mindennél fontosabb, és hogy semmilyen élményt nem szabad elpazarolni, de még inkább egy valamit emelt ki ebből, hogy csinálni kell.
beszélgethetünk bármit arról, hogy mi lenne jó, hogy kellene csinálni, de el kell kezdeni. És ez az, amit ő nagyon tudott, és 7 szűk esztendő adatott meg neki ebből a csodából, amit ő ennyire szeretett, de annak az utolsó másodpercéig mindent kihasznált. Ezért vált belőle ultrafutó. A futóbajnok által létrehozott egyesület jövője a családtagjai kezében van. Terveik szerint működtetni fogják a továbbiakban is, hogy ezzel is adózzanak Zsuzsa emlékének. A Zsuzsi nagyon kreatív volt egyébként az élete minden területén, hiszen ő valamikor porcelánfestőnek tanult, aztán restaurátor lett belőle, hihetetlen gyönyörűséggel rajzolt és tervezett, és minden másban is ugyanilyen kreatív volt, és például a Szentendrei Skanzen futás is az ő nevéhez kapcsolódik, és ugye a magyar bajnokságot az Omszki-tó körül szervezte, és több futóversenyt is szervezett az Omszki-tó körül, ráadásul az Omszki-tó számára egy nagyon emblematikus helyszín volt, minden születésnapján annyikort futott a Szomszki körül, ahány éves volt, és nagyon fontos élmények fűzték ezért oda, ezért is gondoltuk, hogy a Szomszki-tó lenne egy méltó hely arra, hogy a Zsuzsi nevét megőrizze. Szeretnénk, hogyha az önkormányzat támogatná azt, hogy az Omszki kört, Omszki futókört, Sallai Zsuzsa futókörnek neveznék el, és egy tábla jelezhetné ezt mindenki számára, aki ott szeretne futni, hogy ezt a Zsuzsi hívta létre azt az itteni futást, és ő honosította meg a futók között. Végül a várható időjárásról. Szombaton felhős, borongós időre készülhetünk, még több felé előfordulhat eső, zápor. Élénk lesz a szél, napközben 11 és 18 fok között alakulhatnak a maximumok. Vasárnap eleinte még több helyen eshet, délután szakadozni kezd a felhőzet. A helyenként élénk, néhol erős szélben 11 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Adásunk végén legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Forrián Szabó Gergely alpolgármester a város takarékossági intézkedéseiről is beszélt stábunknak. Kódolatom a világnak címmel nyílt meg Vicián Pál fotóművész kiállítása október 21-én. Sallai Zsuzsanna ultrafutó emléke előtt tisztelegnek november 5-én szombaton. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Híradóval legközelebb, hétfő este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazinműsorunk, melyben az október 28-i Szüreti Táncházról láthatnak összefoglalót, és a 23-án átadott Budakalászért emlékérem két díjazottjával, Hermeszné Uracs Mónikával és Eredics Gáborral készült stúdióbeszélgetésünket tekinthetik meg. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is ott vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében köszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!